A Zichy család egykori birtokán az Érsekújvárhoz közeli Fűrön rendezett üzletember találkozót a Magyar Nemzeti Kereskedőház Közép-Európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Érsekújvári irodája. Ezúttal az idegenforgalomban tevékenykedő vállalkozóknak nyílt lehetőségük a tapasztalat cserére. Igyekszünk a lehető legtöbb ágazatot lefedni, tehát ugye itt a térségünkre is jellemző az, hogy tényleg nagyon sok rétű vállalkozók vannak jelen. Az idegenforgalom igazából a közelgő nyárra való tekintettel került megrendezésre, és úgy szerettük volna, hogy megszólítottuk a térség valóban legjelentősebb vállalkozóit, cég tulajdonosait és cégvezetőit, és nekik szerettünk hasznos információkkal szolgálni. Az előadók kitértek arra is, hogy a migrációs válság és a terrorfenyegetettség miatt felértékelődnek azok az idegenforgalmi régiók, így a Kárpát-medence is, ahova biztonságban lehet utazni. Az első negyedév tapasztalatai azt mutatják, hogy a világban uralkodó bizonytalan hangulat, ami a repüléssel kapcsolatos, a különböző terrorcselekményekkel, vagy akár a migrációs válsággal, az felértékeli azoknak a desztinációknak a helyét, szerepét, amelyek, ahol biztonságba tudhatja magát az utazó, a turista, és autóval viszonylag rövid időn belül elérhetőek. Kupcsok Lajos, a Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara társelnöke előadásában hangsúlyozta, hogy új gazdasági idők jönnek, s ez a V4-es együttműködés keretében olyan távlatokat kínál, amelyben a versenyhelyzetet felváltja a közös cselekvés. Ez lesz a legnagyobb kihívás egyébként az elkövetkezendő 4-5-10 évben, hogy a magyar vállalkozók, a szlovák vállalkozók, a cseh vállalkozók és a lengyel vállalkozók együtt, válvetve, összehangolva, közösen cselekedve, közösen behatárolt piacokra képesek lesznek elépni. Nem kis feladat, ilyet senki nem csinált még Közép-Európába, megkockáztatom, hogy Nyugat-Európába se nagyon, de hát mi akkor vagyunk erősek, hogyha szó szerint egymás mellett válvetve és közös ügyeket fölismerve közösen cselekszünk. Kupcsok Lajos is bízik a határokon átívelő együttműködésben, s hogy az idegenforgalom fellendülésével megnő az ágazatban a foglalkoztatottság és a jövedelmek, a látogatók számára pedig egyre igényesebb szolgáltatásokat, szálláshelyeket és programokat kínálnak majd a vállalkozók.